Mikor történt a baleset? 7:11 órakor. Mire lettek figyelmesek? Mikor a mennyezet repedezett. Kihez tudtak segítségért fordulni? A pápai tanácson. A polgármesterné, a Jenőnél. És az minket azonnal biztosított számunkra, és a kis... Kihez tudtak segítségért fordulni? A polgár úrhoz. A Jenőhöz. Polgár úr Jenőhöz. Kihez fordultak segítségért? A polgár hivatalba. A polgár Jenő hivatalba. A hivatalba. A polgármester hivatalban voltunk. A Jenő úrhoz. Oda mentünk segítségre. Tehát a polgármesteri hivatalba a polgár Jenőhöz. Igen. Jó? A polgármester hivatalhoz a Jenőhöz. A polgár Jenő hivatalban a Jenő úrhoz. Inkább úgy kell, hogy polgár Jenőhöz a polgármesteri hivatalba. Nem? Vagy csak a hivatalban. A hivatalban. Jó. A polgár Jenő hivatalban voltunk, hogy adjon nekünk tájékoztatást, hogy most mi lesz velünk, és a kis családom részére, mivel összedült a lakásunk, és nincs hova menjünk. Ő pedig kiszállt velem egy pár helyen, és biztosított nekem ideglenesen olyan lakást, amíg a milyenké fel fog majd épülni ott a Burai Nagyantal utca 26 szám alatt. Most már folyamatban vannak a papírok, csak intézkedni kell, és akkor megkapjuk ezt a szosz politikát, cigán kölcsönre. Mi lehetett az oka, hogy összeomlott a ház? Ez kizárt dolog, mert nem tudom. És anyagilag úgy meg van viselve, hogy még lábazatot se tudtunk csinálni. Mert nincs miből. A kis nyugdíjból nem tudunk semmit csinálni. Örülünk, hogyha kitartást tudunk. És a tanács is hozzájárult, hogy szoszpolitilag visszaújítsák nekünk a lakásunkat. Boldog új